Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, melynek témája és címe: bajban a magyar gazdatársadalom, mentő fejet, nyaklót kapnak a kormánytól. Mint az köztudott, a tavalyi év igen komoly megpróbáltatások elé állította a magyar gazdatársadalmat, hiszen az évszázad vasszáját kellett átélniük. Ez csak fokozta a megnövekedett inputanyag árak, illetve az eladási problémáknak a tömkelege, és már eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag a területi alapú támogatások és más jogcímen kifizetendő támogatásoknak a nagy része sem érkezett meg a gazdákhoz, veszélyeztetve ez a tavasszal elvégzendő munkákat. Most pedig a magyar kormány ahelyett, hogy mentővet nyújtott volna nekik, miután ezek a traumák érték a magyar gazdatársadalmat, miután az Ukrajnából beáramló olcsó gabona következtében a télen betározott és elraktározott gabonát nem tudják eladni, még az aratási ár harmadáért sem. Erre most a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, aminek segítenie kéne a hazai gazdatársadalmat, ahelyett, hogy komoly segítséget eszközölt volna, és helyezett volna kilátásba, ehelyett a tagdíjat próbálta olyan mértékben megemelni, ami megint a kisgazdálkodókat fogja sújtani, akár dupla mértéket is fizethetnek ezek a gazdálkodók, még akik milliárdos haszonra tesznek szert, azoknak meg van húzva gyakorlatilag egy 1,7 millió forintos összeghatárnál ez a kamarai tagdíj, ami azt gondoljuk, hogy megint igazságtalan, megint a nagyok járnak jól, és megint a kicsik azok, akik sajnos és sajnálatos módon újra ráfaragnak erre, és újra gyakorlatilag a kiadásaiknak a növelése lett eszközölve ezáltal, hiszen egészen egyszerűen, ha nem fogunk válaszlépéseket hozni kormányzati és állami szinten a gazdatársadalom megmentésének az érdekében, akkor a magyar mezőgazdaság alapjaiban változhat meg. Lehet, hogy a kormány egyébként már erre készül akkor, amikor a mezőgazdasági adottságú országként nem a magyar mezőgazdaságra és az erre épülő feldolgozó iparra épít, hanem akkumulátorgyárakra és autóipari összeszerelő üzemekre, és hát talán jól mutatja ezt a folyamatot az, hogy a rendszerváltásnak hozadott módszerváltás óta egész egyszerűen termelés alól több mint 1 millió hektár földet vontak ki Magyarországon, ami azt gondoljuk, hogy felér egy hazaárulással, és a Mi Hazánk mozgalom, ha egyszer remélhetőleg olyan pozícióba fogunk kerülni, és kormányzati tényezővé válunk, akkor természetesen megszilárdítjuk a magyar mezőgazdaságot, és mi erre szeretnénk építeni az önálló nemzetgazdaságot. Köszönöm szépen a figyelmet!